Az elmúlt három esztendőben közel ezer milliárd forintot fordított a kormány a Magyar Falu programra, melynek célja egyrészt a fiatalok kis településeken tartása, másrészt ezen településeken a lakók komfortfokozatának emelése. Láthatóan a kezdeményezés elérte a célját, mondta Gyopáros Alpár programért felelős kormánybiztos. Nem értük el a végcélunkat a végcélunk az volt, hogy az összes olyan településen sikerüljön megállítani a népesség amely korábban, tapasztal, korábban ez tapasztalható volt. Úgyhogy a Magyar Falu programot addig kell folytatni, amíg minden ilyen közszolgáltatást nem javítunk, minden ilyen intézményt fel nem újítunk, minden falusi utcát, járdát fel nem újítunk, településeket összekötő mellékúthálózatot fel nem újítottuk. Úgyhogy ez egy kormányciklusokon átívelő program. A Decsi találkozóra a Szexádi Választókerület polgármesterei kaptak meg hívást. Horváth Istvántól nem egy -e egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, 14 település pályázhatott a kerületben az alapnyújtotta lehetőségekre. Ha visszatekintünk az elmúlt négy évre, akkor nagyon hasznos és eredményes programnak számított. A program keretén belül közel 2 milliárd forint fejlesztés valósult meg, közel 200 beruházás, illetve projekt finanszírozásában. Horváth István azt is elmondta, a most következő időszak előkészítése van terítéken, így a polgármesterek képet kapnak a pályázati lehetőségekről, és fel tudnak készülni időben a pályázatok benyújtására, nagyobb esélyt adva maguknak ezek elnyerésére.